Volkswagen 1998 végén mutatta be Lupo elnevezésű városi modelljét. A konstrukció a Seat Arosa padlólemezére épül. A német gyártó egyre merészebben célozva meg a nemzetközi piacokat, egy kicsi háromajtós autót hozott létre, amely a Ford Ka, vagy az Európában kevésbé ismert japán városi kisautók babérjaira tör. A Volkswagen Lupo kitűnik érdekes, szinte sportos formájával. Figyelmet érdemel a kerek első fényszóró, amely az autó egészének egyéni külsőt kölcsönöz. Az autó kis méretével alkalmazkodik a világméretű városiasodás zsúfolt útjaihoz. A jármű meghajtásához az 1 literes benzinmotor mellé a cég egy dízelmotort is készített. A közvetlen befecskendezéses dízel löket térfogata 1,7 liter, teljesítménye 60 lóerő. Sportos választás a Lupo GTI, amelynek motorja 1,6 liter űrtartalmú, a négyszelepes változat teljesítménye pedig 125 lóerő.